Az első Japánban tett látogatásom során találkoztam sok olyan nyugati emberrel, aki nagyon japán kerámiákat csinált, és én akkor már azt tudtam, hogy ez az, amit én nem szeretnék. Hát én ennek a szellemiségét szerettem volna megőrizni és elhozni magammal, pontosan azért, mert itthon ennek hiányát éreztem. És ezért is döntöttem úgy, hogy lehet, hogy ez egy hosszabb út lesz, de az én utam lesz, és ezt ki kell érlelni, és a távolság az segíteni fog ebben. Nem akartam japános kerámiákat csinálni, hanem azt szerettem volna, hogy az a gondolkodás, a természet, az élet iránti tisztelet, az étkezés iránti tisztelet mind megjelenjen abban, amit majd én itthon csinálok. És ne azt mondják, hogy ez egy japános kerámia. Azt gondolom, hogy az, hogy én ezt a tradíciót tisztelem és becsülöm, annak legalább akkora része az, hogy nem a formai dolgokat, technikai dolgokat szeretném átvenni, hanem az egésznek a lényegiségét megérteni, és azt közvetíteni, és azt továbbadni a munkáimban. Bölcsészkaron kultúrantropológiát tanultam, meg magyar nyelvet, esztétikát. Aztán később azaz, hogy közben rájöttem, hogy nekem valami olyan hivatás való, ahol a kezemmel alkothatok, ahol létrehozhatok valamit. És így fordultam a kerámia felé. Az egyetem után pedig gyári tervezőként kezdtem el dolgozni, és mindig kerestem az utakat, hogy mi az, ami igazán nekem való. Valahogy mindig volt egy elégedetlenség. Egy nyári művésztelepen megismerkedtem Frederik Olsennel, és általa a fatüzes kerámia égetéssel, ami akkor nagyon izgalmasnak tűnt. És nem sokkal később, szintén általa, eljutottam Japánba egy nemzetközi szimpóziumra. Ez Aomori tartományban volt északon, és 3 héten keresztül különböző fatüzes kemencéket égettünk. Nekem ez egy hihetetlen élmény volt, egy nagyon nagy mélyvíz, és kultúrsok is. Tehát én egy egészen más esztétikai világban nőttem fel, egy másik kultúrában, mint amit ott megtapasztaltam, de valami mégis nagyon vonzott benne. És azt hiszem, hogy ez a folyamat volt. A folyamat, hogy végig benne lehetek a tárgy születésében, és hogy igazán az enyém lehet valami, anélkül, hogy olyan határozottan vagy erőszakosan a saját személyiségemet előtérbe tolnám, amit nem annyira szerettem, vagy nem volt jellemző rám. Tehát szerettem rendszerekbe gondolkodni, szerettem a végletekig letisztítani mindent, és csak a lehető legkevesebbet megmutatni, és ezen keresztül a lehető legtisztább és leglényegibb dolgokat közvetíteni. Ami a folyamaton túl a legizgalmasabb felismerés volt nekem a fatüzes égetésben, hogy ugye az említett szimpózionon égettünk egy bizánc stílusú kemencét,
ami azt jelenti, hogy ebbe a kemencébe a kerámia tárgyak máz nélkül kerülnek be, nyersen a saját valójukban, és ami megtörténik velük, az egy nagyon természetes folyamat, hiszen csak a tűz és a láng járása, a fa hamunak az olvadása az, ami mintát képez rajtuk, és tulajdonképpen ezt az egész folyamatot le lehet olvasni a tárgyakról. Akkor kristályosodott ki ez bennem, amikor az egyik égetés után megláttam a berakólapokat, amikre ugye rákerülnek az edények, és abból egy rakatot raknak a kemencébe, tehát így zajlik az égetés, és hirtelen bevillant, hogy ez teljesen ugyanaz, amit én fotogramként elkészítettem, tehát a fotónak egy nagyon tiszta kamera nélküli leképezése, a képnek a mindenféle gép nélküli, csak a fény által létrejött módja. Itt ugye ehhez hasonló folyamat történt, csak itt a képet a tűz hozta létre egy arra érzékeny anyagon, ami a kerámia. Ahogy a bizánc stílusú tárgyalkotás és a fotográfia kapcsolatát felfejtettem magamra, és végül is erre egy doktori disszertációt építettem, ez a fajta gondolkodás meg alkotásmód, ez ma is kísér, és azt hiszem, hogy mindig fog, tehát ez a legmélyebb és a legvonzóbb területe a kerámiának számomra, és olyan képalkotásokkal foglalkozom, ahol ez a tisztaság megjelenik, tehát leolvasható a műalkotás létrejötte tulajdonképpen a műből, a képből. És itt például egy nagyon erősen hamus képet láthatunk, főleg a másikkal összehasonlítva, és ez egy sorozatnak a része, ahol nagyon tisztán látható az, hogy a különböző anyagok a kemencében, a különböző helyzetekben hogyan alakulnak át, és hogyan veszik magukra a környezetüket. Itt a lángjáték sokkal tisztább, és megjelenik az anyagnak a saját színe. A takarásban lévő eltűnt helyeknek a végül is a nyoma, a hűlt helye, szó szerint hűlt helye. És akkor gondoltam azt, hogy ez itt mégiscsak van valami nagyon erős rokonság, tehát vannak itt olyan értékek, amik köthetők azzal, ami az én tradícióm, ami az én világom, és igazán amikor hazajöttem, akkor ez az egész nagyon-nagyon lassan zajlott le bennem, de elkezdtem keresni a kapcsolódási pontokat. A következő évben, 2006-ban már az egyetemen tanítottam, és elkezdtem a doktori iskolát, és ahogy fejtettem fel magamnak ezeket a fontos kapcsolatokat a művészeti alapvetéssel,
akkor kristályosodott ki bennem az, hogy szeretném, ha ez ebbe az irányba menne a doktori tanulmányaimnak a sora. És ugyanebben az évben meghívást kaptam Olzen mestertől, hogy a műhelyében dolgozhassak, és ott tanulmányozzam a kemencéjét, ami egy anagama stílusú kemence volt. És hát belevágtam ebbe. Hát a fogadtatás az nem volt annyira egyértelmű. Sajnos a doktori iskolában, amikor én ezt ugye elővetítettem, hogy mivel szeretnék foglalkozni, azt mondták, hogy hát ez valami egzotikus dolog, amit senki nem fog érteni, és rengeteget kell magyarázni, hogy egyáltalán felfogható legyen. Úgyhogy én ezek után még inkább azt gondoltam, hogy még sokkal jobban szeretném ezeket a bizonyos kapcsolódásokat és szálakat felfejteni, hogy még tisztában látható legyen az, hogy én most nem egy egzotikus vonzódást szeretnék átvenni, hanem egy olyan művészeti, alkotói, mondhatnám, spirituális értéket találtam meg, amit át kell adni. Tehát ami nem kötődik feltétlenül csak egy országhoz, hanem én ott azt az egyetemeset kerestem, ami engem igazán foglalkoztatott, és amiben most is hiszek, úgyhogy folytattam tovább a munkát, és hát hála a külföldi kollégáknak, akik ugye azt nem értették, hogy itt mit nem értenek, elég sokat támogattak is ebben. A manufaktúrában átélt élmények része volt a közös étkezéseké is, és a közös teázásoké, ahol egy olyan élmény áradat ért el, amire azt kellett mondanom, hogy igen, ez az, amit én szeretnék otthon is. Tehát, hogy a tárgyak, amik körülvesznek, amiket használok, azoknak mélysége legyen, értéke legyen, története legyen, és élmény legyen megfogni. És ahogy elnéztem a japán embereket, azt láttam, hogy sokkal érzékenyebb és kifinomultabb a viszonyuk a tárgyaikhoz, és ettől a tárgyak is azzá válnak. És valahogy az ételek is mások, az ízek is mások ezekben az edényekben. És aztán ugye én építészeti kerámiával foglalkoztam, ez egy nagyon más lépték, a kézbe vehető, kézzel fogható, simogatható tárgyak világa. De ugye az étkezés legalább annyira érdekel, nagyon szeretek főzni is, tehát én magamon is észrevettem, amikor elkezdtem használni az így készült tárgyaimat, hogy megváltozik az érzékelésem, hogy megváltozik a viszonyom, és szép lassan átalakít engem is. Átalakítanak ezek a tárgyak, ezek az élmények. Itthon nem nagyon volt lehetőség azzal foglalkozni, hogy ezt tovább mélyítsem, és ezért külföldi utakon gyűjtöttem a tapasztalatokat, illetve nagyrészt Olzen mester műhelyében, aki,
még a múlt század közepén Japán első nemzeti kincseinek a tanítványa volt évekig. Ő volt az egyik első nyugati, aki Japánban tanult kerámiát, és nagyon izgalmas volt hallgatnom az ő élményeit, nem utolsó sorban pedig jó néhány fogást megtanulni. És az is érdekes volt, hogy az amerikai tapasztalatokon keresztül láthattam azt, hogy ugye a múlt század közepén hogyan termékenyítette meg a japán kultúra a nyugati világot, nem csak a kerámia, hanem egyéb kortárs művészeteket. Az évek során, ahogy tanítottam, egyre egyértelműbbé vált, hogy valahogy összegeznem kéne azt, ahova én szép lassan eljutottam. És megszületett bennem annak az igénye, hogy írjak egy könyvet erről az utazásról, mert végül is ez egy utazás időben is, térben is. És 2009-ben elkezdtem írni a könyvet, amit végül is 2013-ban jelentettünk meg. Ennek a magas hőfokon közelítések a fatüzes kerámiához a címe. És tulajdonképpen az előtte való évben megszerzett doktorinak a gyakorlati oldalát mutatja be a könyv, egy kicsikét az elméleti részt is, de elsősorban a gyakorlatra szerettem volna koncentrálni, pontosan azért, hogy ezt az itthoni kerámikusok és diákok is átélhessék, és is inspirálódhassanak belőle. Ez a tányér azért került a könyvem első és hátsó borítójára, mert nagyon tisztán mutatja azt a folyamatot, ami a kemencében történik, amikor máz nélkül égetünk hosszú ideig. Itt egy úgynevezett választómassza takarja ki az anyagot, erre egy másik tárgy kerül, és a választómassza helyén látható az anyag eredeti színe, ami a porcelán. Amit itt körülötte látunk, az mind a fa hamu, ami az égetés során keletkezik. Egy-két néhány dekor, az pedig a csak egy vonalban megjelenő vasok szint. Ami még izgalmasabb, az a tányérnak a hátoldala. Ugye ez a kemencében így állt, ezt úgy tudjuk olvasni, hogy a tűz ilyen irányba húzott át az edényen. Itt vannak az apró választómasszák, kis golyócskák, amiket rizspogácsának is hívnak a japánok, és azok tartják el az edényt, így ahogy az ujjaimon teszem a berakólaptól, hogy ne ragadjon azzal össze, és ezek képeznek aztán egy képet, mintát, egy nagyon lendületes mintát az edény hátulján. Tehát tulajdonképpen itt körben zajlik mindenféle folyamat, és ezt a folyamatot ez az edény megőrzi. Hát tulajdonképpen a legfontosabb tárgycsoport a japán ételekhez készített edények voltak, amik bizonyos értelemben azért elég szabadon vett, inkább szobrászi formák. De ez a fajta gondolkodás korábban is izgatott, hogy a tányér az valami több legyen, valami más legyen. És tulajdonképpen ezek az edények voltak a legelsők, amik aztán később
újjászülettek, vagy valahogy az előfutárai lettek azoknak az étkészleteknek, amiket aztán itthon terveztem és készítettem éttermeknek és hát magánembereknek is. A legelső ilyen készlet 2010-11 körül született meg, és egy nagyon érdekes találkozás volt, mert amennyire nem volt befogadó közeg a doktori iskola, annyira az volt a séfeké. Mert ők nem értelmezni akartak mindenáron, meg mindenféle előzetes koncepciókkal szembesíteni dolgokat, hanem egyszerűen ráéreztek arra, hogy itt van valami minőség, hogy tulajdonképpen én is valami olyasmit keresek, amit ők, én a saját anyagomban megújítani a magyar kerámiát, és valahogy egy hidat képezni a között, ami nincs, tehát hogy a régi fazekas tradíció és a gyári tervezés világa, tehát a kettő között egyszerűen nem létezett más, és tényleg hihetetlen élmény volt az, amikor az első itthon készült edényeimet szinte kitépték a kezemből, és elkezdtek rátálalni, mert annyira szervesen sajátjuknak érezték. Úgyhogy ez egy komoly megerősítés volt akkor, amikor még mindig mindenkinek nagyon sokat kellett magyarázni, és aztán ez szép lassan erősödött, és a néhány évre rá megjelent könyv hatásával együtt végül is elindult egy olyan irány, amiről én nem is álmodtam. Tehát olyan hatása lett ennek a munkának, hogy ma már egyáltalán nem kell ezt magyarázni. Egyre többen követik, egyre többen érzik, és szeretik is ezt a fajta megközelítést. Van még egy nagyon fontos dolog, ami a japán kultúrához kapcsolódó élményem, hogy adott időszakokban képesek voltak arra, hogy egy elveszett tradíciót megújítsanak, vagy egy elveszett tudást felelevenítsenek. Ez most itt a kerámia területére vonatkozik egyrészt, másrészt ugye egy olyan dologra is vonatkozik, hogy mondjuk ha a tea kultúrának a történetét nézzük, ott pedig egy esztétikai normát jelöltek ki tulajdonképpen, ami azért is csodálatos, mert elveszi a hierarchiáját a különböző művészeti ágaknak, és így azok teljesen össze tudnak simulni egy egységé. Tehát a létezésünk, meg az életünk és az általunk használt terek, tárgyak egy gyönyörű, szép egységbe fornak össze. És hogy ezért dolgozni kell, hogy ezen minden nap munkálkodni kell, hogy ez így legyen, tehát nem csak úgy adódik. Tehát ez nagyon nagy erőt ad ahhoz, hogy az ember olyan, hát tulajdonképpen járatlan úton járjon. 2013-ban a Japán Alapítvány jó voltából sikerült újra eljutnom Japánba, és ekkor már ugye mögöttem volt a könyv, mögöttem volt a doktori, és egy csomó személyes tudás, így aztán már sokkal tudatosabban tértem vissza, és igyekeztem minél több helyszínt megtekinteni az ősi kemencék közül,
és egyre jobban figyelni azt, hogy a kortárs kerámikusok hogyan viszonyulnak a hagyományhoz, a kultúrához. Természetesen igyekeztem azokat megtalálni, akik erre a legnyitottabbak, illetve akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én, és szintén több bőrönnyi könyvvel tértem haza, és hát ezeket naponta forgatom most is, és hát vannak kerámikusok, akikkel most is rendszeres kapcsolatban vagyok, de ez a kapcsolat nem áll meg kerámiánál természetesen, és szerencsére a japán alapítvánnyal is rendszeres és folyamatos kapcsolatban vagyok, ami azért nagyon különleges dolog, mert nagyon értékes kulturális programokat és élményeket, meg hihetetlen impulzusokat közvetítenek és hoznak nekünk. Ahogy egyre jobban kezdtem megismerni a japán kerámia művészetet és a különböző fazekas központokat, egyre világosabb volt, hogy mennyire fontos az, hogy hol milyen anyagot talál a kerámikus, mit bányász, tehát azok a tárgyak, amik a kezéből kikerülnek, amik a kemencéből kikerülnek, azok mind végül is abból a földből vétettek, amin mint nap jár, és ezzel nagyon szerves a kapcsolat nem csak az égetés folyamatában, hanem a készítéskor is a helyi anyagokkal. Nagyon nagy álmom volt, hogy én is dolgozhassak magas tűzű magyarországi anyaggal. Ezt az elmúlt években sikerült is megvalósítanom, és már van egy saját anyagom, amivel tudok dolgozni, és ami a nagyon érdekes benne, hogy összetételében és karakterében egy kissé hasonlít a bizen stílusú anyagra. Hát hasonlóképpen nagyon szépen reagál a tűzre, a lángra, és gyönyörűen lehet rajta követni a létrejöttnének a történetét. Emellett járom az országot, és mindenféle földeket, alapanyagokat gyűjtök, és teljes egészében olyan tárgyakat szeretnék létrehozni, amik az itthoni földből, az itthoni anyagokból készültek. Ez egy nagyon erős kapcsolódás a japán kerámiával, még hogyha ez nem is formális, hanem elementáris, anyagi és szellemi egyben.